A növendékek előadásával kezdődött a Lavotta János Művészeti Iskola tanévnyitó ünnepsége. Az intézmény az 56. tanévét nyitotta meg, mely több szempontból is különleges lesz. A névadó Lavotta János születésének 250. évfordulóját ünneplik majd az intézményben, és ezt országos szintűre tervezi a művészetoktatási iskola. A jeles eseményt a pedagógusok művészi teljesítményükkel emelik majd, emellett a növendékek tudását szeretnék magas szinten gyarapítani. Én 7,5 éve járok ide ebbe az iskolába, gitározok, és hát remélem, hogy most új és jó dolgokat fogok tanulni ebbe az iskolába. A tanév különleges lesz abból a szempontból is a művészeti iskola számára, hogy a 2011-ben megalkotott köznevelési törvény minden eleme életbe lép. A kötelességek mellett a pedagógusok tartalmas, elmélyült munkához való jogai is benne foglaltatnak a jogszabályban. Ezt a kötelesség oldaláról is megközelíthetem, hiszen közismert a 32 óra, amelyet többféleképpen értelmeznek. De én vallom, és tapasztalatból mondom a Lavotta Művészeti Iskolából, hogy az a pedagógus, aki a tanítási órán kívül is foglalkozik a növendékekkel, versenyre készíti őket, ő maga közművelődési tevékenységet folytat, az ő számára bőven 32 órán fölüli az a teljesítmény, amit ő egy héten az intézményben eltölt. Az iskolavezető és a pedagógusok nagy várakozással néznek a 2013-2014-es tanév elé. Bíznak benne, hogy a köznevelési törvényben megfogalmazottakat teljes mértékben alkalmazni tudják, de kiemelt figyelmet fordítanak arra is, hogy a névadó tiszteletére tervezett programsorozattal méltóképpen megünnepeljék majd Lavotta János születésének 250. évfordulóját.